eredetileg a református Tarzoltáról a Tiszapárt EP jelöltjéről akartam egy lelkes podcastet készíteni. Csak hát felkészülés közben szembe jött másik két jelöltjük, méghozzá Magyar Péterék fővárosi listájáról. Ugye van az a közismert mondás, hogy akit az ellenzék és a Fidesz egyszerre támad, az rossz ember nem lehet. De ez most is igaz. Derítsük ki együtt. Én Csillag Dávid vagyok, tartsatok velem. Harsogjuk világá, hogy a karmelitába is meghallják, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára. Kezdjük egy tetszetős Magyar Péter idézettel. Aki a Fideszre szavaz, az a háborús uszításra, gyűlöletkeltésre, megosztásra, a propagandára, a korrupcióra, a nemzeti vagyon családi és haveri körnek való átjátszására szavaz. Aki a Tisza pártra szavaz, az a békére, a szeretetre, az összefogásra, az árkok betemetésére és egy boldogabb magyar jövőre szavaz. Múlt vagy jövő? Fidesz vagy Tisza? Gondolja hazádra, szavazza Tiszára. Eddig az idézet. A szívem meg hevesebben ver, mert úgy szeretném elhinni, hogy az említett árkokat valóban be lehet temetni. Sőt, még jobb lenne, ha a temetéshez használt föld nem okozna újabb árkokat. Na ennek reményében engedtessék meg, hogy felhozza két érdekes példát a tiszapártos fővárosi jelöltek közül, de anélkül, hogy lincs hangulat alakulna ki. A gond az az, hogy a két példa nem lesz ajnározós. De gondolom ezen nem veszünk össze. Elvégre egy polgári Magyarországot építünk. Nem igaz? Hát dehogy nem. Méghozzá tégláról téglára. Tégláról téglára. Az idősebbeknek gondolom nem kell bemutatni azt a 34 éve tartó korrupciót, ami átszövi az ellenzéket éppen úgy, ahogy a Fideszt. Elég, ha ránézünk csak a fővárosi mutyikra, már is kirajzolódik ez a kép. És hát pont ezt szeretnénk leváltani, legalábbis úgy tudom. Épp ezért volt meglepő, amikor jött néhány új infó, méghozzá két tiszás jelöltel kapcsolatban, akikre Karácsony Gergely hívta fel a figyelmet, amikor a Telexnek adott egy hosszú interjút a minap. Mondjuk maga a nagy interjú elég halványra sikerült. Ami ide tartozik, az csak annyi belőle, hogy először visszautasította a vádat, hogy pártpolitika mentén vezetné Budapestet, majd néhány perccel később rangsort állított, hogy kikkel tudna együttműködni. Ahogy elmondta a fidesz eleve kizárt ez az együttműködés. A baloldal oké, okay, a kutyákkal talán, vitéziékkel meg esetleg. A Tiszával viszont nem tudja, hogy együtt tud-e majd működni, mert nem ismeri se őket, se a céljaikat. Annyit emelt ki, hogy a Tiszás lista második helyezettje egy kartellezős lobbista, a harmadik helyen lévő, meg idézem karácsonyt, Kövér László kedvenc kínai üzlet felének a cégénél nyomul. Na, mondtam magamban, ez vagy valami, vagy megy valahová. Vagy valami rágalom, vagy valami propagandisztikus hazugság. Szóval fellapoztam a Google-t a témával kapcsolatban, és előjött vagy húsz találat. Ezekből 18 kormánypárti szájnlap volt. Például Origo, Híradó.hu, Mandiner, Kettő viszont a kormánytól független. Az egyik a HVG, a másik meg a TELEX. Mindkettő linkjét megtalálod a leírásban egyébként. Most ebből a kettőből adok egy rövid összefoglalót, hogy képbe kerülj, de utána érdekelne a véleményed. Téglárul, téglára. Először jöjjön az első téma, a kartellezés. 2020-ban a BKV kiírt egy közbeszerzést a budapesti menetrendszerinti szerinti hajójáratok üzemeltetéséről. Ezt négy vállalkozás próbálta elnyerni úgy, hogy az ajánlataik szinte szóról szóra megegyeztek. A főváros szólt a gazdasági versenyhivatalnak. A hivatal meg megállapította, hogy a négy cég egyeztette az árszintjeit. A pályázatokat ugyanaz a személy állította össze. Mindezt annak a reményében tették, hogy Négyük közül valamelyik majd nyertes lesz. A cég vezetői később beismerték a kartellezést. A négyből két céget közvetlenül a fővárosi tender kiírása előtt alapítottak, nulla bevétellel. És ezeket Dr. Ordas Eszter intézte, aki jogász, a Tiszapárt fővárosi listájának második jelöltje. Jogász tehát tisztában volt azzal, hogy amit tesznek, az kartellezés, ami büntetendő korrupcióban. Tudom, hogy ez az ügy a bolha és a parlamenti ellenzék a fidesz az elefánt, de azért hadd kérdezzem meg tőled, mint felelős állampolgártól. Melyik opciót választod? A. A tisztás ordas Eszter és társai csak kis kishalak. A többiek már ezerszer annyit loptak. Nem kéne fennakadni vagy B. Magyar Péter tudja, mit csinál. Ha ez az ügy igaz volna, már nem engedné ordast a Tisza közelébe sem. Vagy C. A kartellezés igaz lehet, de Magyar Péter nem tud róla. Szólni kéne neki. D. Ha ez igaz, Ordas Eszter nem szerepelhet a Tisza fővárosi listáján. Vagy E. Kartellezési kísérlet ide vagy oda, mindenki megérdemel egy második esélyt. Végre! A második téma az a lobbizás. Ugyanebből a HVG cikkből derül ki, hogy a főváros 13. és 5. kerülete szenved leginkább a budapesti hajózási kikötők miatt. Pontosabban amiatt, hogy túl sok a kikötő és túl sok az ittas vendég, akiket a kikötőkbe behajóztatnak és rászabadítják a kerületekre. Ráadásul ezekben a kikötőkben a hajók nyakló nélkül állomásozhatnak. Magyarul a Duna partot ellepik a piás turisták és az őket szállító hajók, amik elveszik a teret az ott lakóktól. A helyzet enyhítésére előállt a főváros egy olyan javaslatta, hogy a meglévő 24 darab kikötőből csak 5-öt hagyna meg, és ebben az 5 kikötőben maximum csak két hajó parkolhatna egyszerre. Erre természetesen a budapesti hajós cégek felháborodtak, hiszen a pénzügyi érdekeiknek ez a javaslat hát enyhén szólva nem megfelelő. Na ebben a vitában vállalt jogi képviseletet a cégek oldalán dr. Ordas Eszter, a Tiszapár fővárosi listájának második jelöltje. Tehát a cégek oldalán és nem a főváros oldalán, vagy ha úgy tetszik a cégek oldalán, de nem az érintett kerületi lakosok oldalán. Hát ezért van ez a lobbizós vád. Na de szerinted ez lobby, vagy üres vádaskodás? Felelős magyar polgárként melyik opciót választod? A. A kartellezésből és a lobbizásból látszik, hogy Ordas Eszter ért a fővárosi hajózáshoz. Hát legyen ő a budapesti nagy. Vagy B verzió, Magyar Péter tudja, mit csinál. Ha ez az ügy igaz volna, Magyar nem engedné Ordast a Tisza közelébe sem. C. Magyar Péter biztosan nem tud a lobbizásról, szólni kéne neki. D. Ha ez igaz, Ordas Eszter nem szerepelhet a Tisza fővárosi listáján. Vagy E. Kit érdekel a 13. vagy az 5. kerület? Orbánt váltunk, a többi csak részletkérdés. A harmadik téma, vagy személy a Tiszás fővárosi lista harmadik helyén áll. Karácsony Gergely szerint ő az, akit idézem, Kövér László kedvenc kínai üzletfelének felének a cégénél nyomul. Neve is van. Porher Áron summerville hívják, aki egy közgazdász. Egy tajvani milliárdos, név szerint Frank Liu, egyik cégénél dolgozik, mint projektvezető. A cég neve pedig Shifu Investment Fund Management ZRT. A hangzatos név egy magántőke alapkezelő. A tajvani vezér pedig Kövér László jó barátja. Frank Liu gyakorlatilag a leggazdagabb magyar, mióta Kövértől kapott magyar állampolgárságot. De nem csak ezt kapta, semmilyentől kapott még magyar arany érdemkeresztet is. 2019-ben Liú üzleti köre 300 millió forinttal támogatta a magyar tehetségekért határtalanul alapítványt. Ebből a pénzből az alapítvány vásárolt egy 164 négyzetméteres budai villát, amiben Kövér László kabinetfőnöke lakik a családjával, és vásároltak még egy Audi A6-ost is a kabinetfőnök haverjának természetesen a tisztás képviselő jelöltnek, Áronnak, ez csak annyi köze van, hogy a milliárdos tajvani Frank Liu cégénél egy beosztott, egy projektvezető, csak egy projektvezető, még csak nem is olyas valaki, aki a diák hitelt vezette. Szóval no offense, nem kell félreérteni, viszont az látszik, hogy kis hazánk valóban kicsi, főleg a gazdasági összefodódásokat nézünk. Mert hát végső soron ebben a körben nagyon könnyű Orbán Viktor Tortól maximum három kéz lenni. Persze ez az egész tálalás tudom, hogy leegyszerűsítő. És nem is azért tálaltam, mert mondjuk Porher Áront be akarnám mocskolni. A rajta keresztül és Ordas Eszteren keresztül inkább azt próbálnám bemutatni, hogy vannak érdekkörök és gazdasági szereplők ma. És van egy megcélzott új világ, amit Magyar Péter kínál. Kicsit hasonlatos ez ahhoz, ahogy volt egy rendszerváltás 34 évvel ezelőtt érdekkörökkel és gazdasági szereplőkkel. És ahogy akkor, most is óhatatlan, hogy ezekből az érdekkörökből és szereplőkből átcsorogjanak néhányan az új rendszerbe. A baj szerintem csak akkor jön, ha ez az átcsorgás felülről szervezetten zajlik. Viszont hogy most mi zajlik, azt még nem lehet tudni pontosan neked felelős magyar polgárként viszont már most lehetőséged van nem csak látni ezt, hanem valamilyen véleményt is alkotni. Szóval, melyik opciót választod? A. Egy Audi és egy budai villa smafú, mert Orbánék házatáján sokkal több a mutyi. Vagy B. Magyar Péter tudja, mit csinál. Ha ez a mutyi igaz volna, magyar nem engedné Porher Áront a tiszak közelébe sem. C. Magyar Péter biztosan nem tud a mutyiról, szólni kéne neki. Vagy D. Nem gondolom, hogy áronbint projektvezető a tajvani milliárdos trójai falova lenne. E. Nagyon jó lenne, ha egy tőke alap projektese lenne a fővárosi közgyűlésben, mert legalább ért a befektetésekhez. Téglár old, téglára. Na hát ezek voltak a kérdések, amikre nem árt már most odafigyelni persze csak akkor, ha túl a rajongáson azért a szemünket is képesek vagyunk nyitva tartani. De hát miért ne volnánk képesek? Elvégre felelős, magyar állampolgárok vagyunk, nem csak egy nyáj, ami pásztort keres. És igen, az elmúlt 34 év politikai garnitúrája már bebizonyította, hogy mennyire korrupt. Épp ezért volna szükség a váltásra. De váltani csak úgy lehet, legalábbis szerintem, ha egyrészt a szemünket nyitva tartjuk, másrészt tanulva a múlt hibáiból, nem másunk újabb árkokat. De hát miért is ásnánk? Elvégre mi felelős magyar állampolgárok vagyunk. Ha tetszett a videó, akkor dobja egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra is.